Magyarország egyik legikonikusabb gokárt pályája a Hungaroringi átalakítások miatt el kellett, hogy költözön, és korábban a kettes kanyar belső részén volt a Hungaroring Kart Center, de a jelenlegi átalakítások miatt az is építési terület. Új helyet kellett találniuk, és hogy milyen lett, azt most fogjuk megnézni. A Hungaroring Kart Center nem a megszokott helyén található, tehát nem a fő bejáraton kell behajtani, mint korábban, hanem az egycélkapunál lehet bemenni, az autót kint a szemben lévő murvás parkolóban lehet hagyni, és itt találhatjuk meg az új vonalvezetésünket. A Hungaroring területén belül a média parkolóban találtak helyet arra, hogy idén kinyissák a pályát, és itt épült meg a nagyjából 400 méter hosszú vonalvezetés. A pálya 5-8 méter széles, és 11 kanyar található rajta. Az átalakítások idejére biztosan itt lesz megtalálható a gokárt pálya, viszont nem kell nélkülöznünk semmit, ugyanis ugyanúgy kidolgozták a pályát, mint korábban. Le vannak festve a gumifalak, föl van állítva a Red Bullos kapu, a ledes zászlórendszer ki van építve, illetve minden szükséges felfestést is elvégeztek. A gokárt állományt már ismerhetjük régebbről, hiszen ugyanez a géppark volt található az előző pályán is. Szóval ez az új Hungaroring, hát nézzük, hogy milyen kapásból, ugye az első kanyar már egy visszafordítós buli, hajaz ki kicsit a régi első sikára, talán egy kicsit nyújtottabb volt. Milyen gyorsan szűkül, nem rossz eddig. Jó, és ennyi egy kör. Na, igen, egy kicsit rövidebb lett, ez érződik, de egyből másabb lett a technikája. Azt, hogy az első kanyart jobban meg kell fékezni, az nekem jobban tetszik. A hátsó kanyarba itt szépen el lehet szúrni, csak itt vigyázni kell, mert vissza kell lassítani a balosra. Ez meg már inkább hasonlít a régi utolsó szektorra. Jó, na, kicsiket gyakoroljunk, aztán majd még megnézzük milyen. Nézzük egy kört lendülettel. Itt az első kanyar, megfékezem, kicsit túlcsúsztatom, de kijövök a széléig szűkre össze. És itt jön a trükkös, állok a gázon, itt egy kicsit beleellelek és szűkre húzom, hogy aztán csak áthúzzam a lendületben erre az oldalra a kártot. Állok a gázhoz, kívülről kicsit ráfékezek, csúsztatom. És már itt is vagyok a célegyenesbe. Nem mondom, hogy ez a legidálisabb kanyarvételi technika, amiket én alkalmazom, de jelenleg így élvezem a legjobb a pályát. 30,2-es kör volt ez. Nagyjából egy olyan 3 másodperc környékével gyorsabb ez a vonalvezetés, mint a korábbi. És finish! Na! Akkor! Lendületes! Nagyon lendületes! Érezni rajta a sebességet! Ez a kanyar itt, az a hátsó! Ha szépen be tudod húzni ide, alig egy kis elvétellel be tudod venni ezt az egész cicakot. Itt pedig padló. Ezt még talán egy kicsit jobban el kell találnom, de most már úgyis kijönök a boxba, aztán összegzünk. Milyen is az új pálya? Érződik rajta ugye, hogy kisebb, egyes szakaszokon talán szűkebb is, mint a fenti volt. A karakterisztikája az teljesen emlékeztet az előzőre, tehát vannak benne olyan kanyar kombinációk, olyan kanyar egymásba szövődések, amik emlékeztetnek mondjuk a fönti pálya első sikányára, vagy a teljes hátsó szektorra. Ráismerek, hogy ez a Hungaroring. Elhiszem, hogy mondjuk egyeseket idegesít, vagy egyeseket zavar az, hogy rövidebb lett a pálya, meg nem olyan, mint volt, de szerintem ez egy sokkal flottabb pálya, azáltal, hogy kisebb, gyorsabban jönnek a kanyarok, megerőltetőbb. Ami külön pozitívum számomra, hogy annak ellenére, hogy ezt ideiglenesen csinálták meg, tehát hogy
nem ez a végleges helye a pályának, csak az idei évre egyelőre, aztán majd meglátjuk, hogy a jövőben hogy lesz. Minden ugyanúgy ki van dolgozva, le vannak festve a gumik, a vonalvezetés föl van festve az aszfaltra, ahogy mögöttem is látszik, a kapu föl van állítva, tehát abszolút olyan, mint amilyennek lennie kell. Tehát semmiben nem kell nélkülözni, hogyha a Hungaroringi élményeket szeretnénk úgy feleleveníteni. Szoknivaló a pálya, tehát vannak olyan kanyarok, amikbe még emlékezetből bemész, de nem jó ötlet, mert meg tud lepni. Úgyhogy mit is mondhatnék? Szerintem a rendelkezésre álló lehetőségekből a maximumot hozták ki, úgyhogy nekem tetszik, és ami még külön öröm számomra, hogy az idei SLGP szezont is itt fogjuk kezdeni, úgyhogy lesz innen versenyünk. Hát a Hungaroringi go-kart pálya új helyre költözött, de szerencsére ez a pálya ugyanolyan profin lett kialakítva, mint a régi. Aki már járt a régi pályán, annak ismerős lehet ezen az új pályán is jó néhány kanyar kombináció. Nekem nagyon tetszik ez az új kialakítás, nagyon pörgős lett a pálya. Én egyáltalán nem vettem észre, hogy egy kicsivel rövidebb ez a pálya, mint a régi. Nagyon pörgős, és én személy szerint itt jobban elfáradtam, mint a régi pályán. Verseny szempontjából jó néhány helyen lehet előzni, úgyhogy kíváncsian várom az első futamunkat ezen a pályán. A többiekkel együtt én is kipróbáltam a Hungaroringi pályát. Elsőre számomra meglepően technikásnak tűnt a korábbi pályához képest. Maga a célegyenes visszafordító, nagyon jó széles, azért nem olyan, mint a régi nyomvonalon. Egy jóval lendületesebb pályának érződik vezetési szempontból. Ugye még azért a mellette látható építkezésnek köszönhetően elég poros, illetve még nincs fölgumizva. De ettől függetlenül szerintem egy nagyon élvezhető pálya mindenki számára. Ilyenek tehát a változások itt a Hungaroringi pályán, úgyhogy ha még nem próbáltad ki, gyere el te is. Mi nagyon szépen köszönjük a Hungaroring Kart Centernek a lehetőséget, hogy kipróbálhattuk. És ha kíváncsi vagy még hasonló pályamutató videókra, vagy gokártos tartalmakra, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára, mi pedig érkezünk a következő videóval. Sziasztok!